Hát sziasztok, én Blazerek, és ma van a tavaszi Playeti, úgyhogy induljunk is. Hát, az mondjuk vitathatatlan, hogy sokkal-sokkal jobb idő van. Egyrészt a tegnapi időjárásnál, másrészt pedig annál, mint amikor legutoljára mentünk Playeltire, hiszen akkor körülbelül így a havas esővel kellett megküzdenem a Hung Expo-hoz jutásért. Viszont most gyönyörű napsütéses idő van, úgyhogy az ösen lesz a találkozó. Game of Thrones tudásunkat Petivel összemérve megpróbáljuk csinálni a Playout is Game of Thrones quizt, úgyhogy kezdjünk is bele, nézzük, mi az első kérdés. Én egyébként semmit nem tudok, ment az első évadot láttam, de egyébként... Akkor ezt tudnod kell, mi Arya Stark rémparkosának a neve? Erre mondom, Nymeria, nyár, szürke szél vagy szellem? Várj, még egyszer. Mi Arya Stark rémparkosának a neve? És az opciók? Nymeria, nyár, szürke szél vagy szellem? Én tudom, szürke csak... szél, nem? Nem? Akkor mi? Ezt nem Nymeria, de... Jó, hát én nekem fogalmam sincs. Na jó. Második nem, kérdés. Nem igazán, ezt nem fogjuk tudni. Hány láb magas a fal? 1432. 500, 600, 700 vagy 800. Ja, hát akkor 800, ez biztos a legnagyobb, biztos a legnagyobb, mert ilyen megalománia. Biztos a legnagyobb. Végeztünk tulajdonképpen a kvízzel. Szerintem kifejezetten sokat hozzátettem így Erdemben, de azért Petinek is volt hozzá valami köze. Tényleg sokat tudtál úgy az első évadhoz képest. Hát az első évadhoz képest. Meg a megérzéséd. Igen, megérzés sokat hozzáadott. Viszont akkor most is beadjuk és megnézzük, hogy mi lesz. Most már egy kicsit kijöttünk így a Playelti valós rendezvényének a helyszínéről, és kifejezetten összetímelődtünk, úgyhogy most már nem csak egyedül sétálgatok itt. Köszönjük mindenki, ez a legegyszerűbb. Hello! Hello. Menjünk már! Mozdozza! Ká! Na, kinek hogy tetszik eddig a rendezvény? Kezdjük így balra-jobbra, vagy akárhogyan nézzük. Na, mondjátok! Ez én cosplayerként érkeztem messzi-messzi galaxisokból. Nem, nekem egészen tetszik, most jobban lerendezték a Cosplay Village-et. Nem volt annyi fennakadás, meg olajozottabban ment a dolog. Hogy tetszik? Jó volt! Mivel ez az ember itt... köszönjük! Mivel ez az ember itt mellettem cosplayezik, ezért gyorsabban bemehettem, ezért... Ja, fasza! Akinek már ez a negyedik fellépés ugye a Blaze csatornán, neked hogy tetszett a... eddig? Igen. Hát, szerintem az őszi jobb volt most, itt nem akarom itt lehúzni, de... Hát jó, nyilván az őszi, ez mindig nagyobb, de... Nagyobb, meg ugye több a játék, több az új megjelenés, meg... Igen, egyébként nagyon hype-olták, hogy mennyi hely lesz, és én nem érzem azt, hogy előrelépés lenne azon a téren, hogy ugye több játékot ki lehet próbálni, mert hogy több helyen lehet játékot kipróbálni, de... Listorpor! De majd, de utána még visszamegyünk, aztán, ja... Aztán meg. Peti, hát ha maradt még valami, mondjad Peti nyugodtan. Mondjam? Hát nem. Hát mondjad, hát most már figyelj. Most már veszed. Hát most már veszem. Nem veszed. Dehogy nem. Nem tudom, ugye se nekem tudva, hogy több a cosplayes, mint tavaly? Tehát, hogy így... Hát ja, egy elbizt... Igen, 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 én tavaly is itt voltam, te szerencsétlen. Csapatból így az egynegyed az így cosplayes. Ja. Szóval, meg néha van egy-két durva cosplayes, aminek ott nem kéne lennie, szerintem. Igen, igen, egyébként van nagyon durva. Na jó, azt majd kicenzúrázzuk, mindegy. Ja, és... Ó, suranoljuk. Ó, tényleg. Ott lehet bemenni, jegy nélkül, vagy mi. Nem bejelentkezés, hogy itt most mi van? Hát most éppen kijöttünk és itt vagyunk az őrsön az árkában, és a lényeg az, hogy most ebben nagyon népszerűek ezek az ilyen eszméletlen furcsa hamburgerek, és így kiválasztottunk egyet, ami így hát lángolt, úgyhogy értetek glaze lángot jelent, és akkor értetek egy lángoló hamburgert teszünk, de mindegy, és hát ez egyszerűen undorító, de tényleg undorító. Ezt fogjuk most megenni. Vörös! Vörös!
Vörös. Nem tudom, hogy mennyire jön majd így videóba kiveszünk. És hát Peti is csatlakozik. Várj, majd egyszerre. Egyszerre? Mi lehet az első harapás, hogy meg se érezzük már, és kapcsuk elő. De azért Peti is látszik. Majd a harmadik harapás, hogy... Lehet. Emlékszem, hogy Málnál is kezdődött ez a csípős paprika, nem csípős paprika. Ilyen milánói makaroni, vagy ilyen spagetti íze egy kicsit. Paradicsomos. Aha. Hát jó, nyilván, de hogy... Basszus az belülről. Belülről úgy néz ki, mint... Nagyon gusztusos, mit ne mondják, nagyon gusztusos. Egy kicsit kezd csípni. Kicsit. Nem tudom, én Sprite-ot kértem, lehet, hogy ez így jól lemossa majd a csípős íz, de nem tudom. Megmondom neked, a tej a legjobb erre. No, jó, most hogy nézzenek, oda mennék Burger King, egy tejet kérek hozzá. Teg, akartok még venni valamit? Peti, talán veszel semmit? Ez megy. Na persze, hogy megy, hát ez vlog, ez egész. Felgatót! Nem akarsz venni? Gondolkodok rajta. Hozzám vész. Egyébként ez tiszta jó volt. Mi? Hát az a fejhallgató, amit néztünk, tudod? Igen. Az rohadt jó, ezt meg lehet? Ez kultendrián van, meg soha. Be kéne vállalni, igen. Azt simán meg lehetne alatt venni. Hiába van nagy hangere a Skullcandynek, ha torzít, és hiába van mélyen, hogyha megint csak torzít, ugye már. Ez elég jó, de ez a szempont. Ja. Azt tényleg meg lehetne venni. Hogy lehet ez? Nos, akkor tulajdonképpen már megyek is hazafelé, és igazából ennyi is lett volna ez a kis tavaszi Playout is videónk. Remélem tetszett nektek, és remélem, hogy mindannyian jól éreztetek magatokat a Playout-in. Sziasztok! Nem sokára újra találkozunk!